A Kiskörösi Labdarúgó Klub élén 2015-ben változási folyamatok indultak el. Ekkor állt fel az új elnökséggel a klubvezetés, innentől kezdődött el egy hosszú távú és átfogó fejlesztési program. A KLC kiemelkedő teljesítményt mutat minden korosztályos szinten. Kiskörös legnagyobb sportklubjáról beszélünk. A legtöbb sportolója, a legtöbb versenyzője, a legtöbb csapata van a KLC-nek. És tényleg én is azt látom, hogy azok az eredmények, amiket most produkál a labdarúgó klubunk, az méltó Kisköröshöz, és nagyon nagy örömmel figyeljük a KLC munkáját. A KLC tevékenységét Dulai János, a klub elnöke ismertette a június 22-i képviselőtestületi ülésen. Sikerült itt a térségben kiemelkedő szerepet kapnunk, azáltal, hogy egy minősített klub lettünk, egy futballklub, minősített futballklub, és amit tulajdonképpen Bács megyébe 4 darab van, egy Baján, egy Kiskunhalason, egy Kiskörösön és egy Kecskeméten, és az összes többi labdarúgó klubot alánk sorolták be utánpótlás szempontjából, ez egy jelentős eredmény. A klub elnöke köszönetet mondott a város vezetőségének a városi sporttelep beruházása miatt, melyen komoly fejlesztések fognak megvalósulni a közeljövőben. Örömünkre szolgál, hogy a tegnapi napon ki tudtuk hirdetni a nyertes ajánlattevőt, és vele a kapcsolatot felvettük, így reményeink szerint a jövő hét folyamán át tudjuk adni a területet kivitelezésre, kivitelező számára. A városi beruházással egyidejűleg fog megvalósulni egy TAO-s pályázatnak köszönhetően a pályák füves részeinek rekonstrukciója, öntözőrendszer kialakítása is. Dulai János elmondta, hogy arra törekednek, hogy Kiskörösön egy aktív klubélet alakuljon ki, hogy a hétvégén a város lakóinak még több lehetősége legyen a mozgásra, hiszen, mint mondta, a sportnak minden ember életében fontos szerepet kellene betöltenie. Ennek elérését tűzte zászlajára a klub.